Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Jó estét kívánok, Vámos Miklós vagyok, és a színpadon operatőr kollégám Tokai Zoltán. Jó estét kívánok, szervusz Miklós. Szervusz. Imádok vele kezet fogni, mert ebből erőt merítek a továbbiakra. Levelezésem ismét nagyon felduzzadt, és aki már járt itt, aztán tudja, hogy ez itten a Miklós bácsi levelesládája, amit ki fogok nyitni, ez egy bizonyos hanghatással jár. Miskolcról érkezett, két gimnazista lány írta, és azt írják, hogy drága aranyos Vámos Miklós művész úr, egyre kevésbé értjük magát. Lehetetlen műsorával rászoktatott a régi módi ráírós beszélgetés hagyományára, amikor már nagyon megszoktuk és megszerettük, abba hagyta. Múltak az évek, elkezdte a Rögtön Színházat, ami egész más volt eleinte furcsa, de aztán megszerettük azt is, megértettük, mire megy ki és mi történik, abba hagyta. Nekünk hiányozni fog, hogy nem láthatjuk legjobb színészeinket kínlódni. Írja ezt Pápai Krisztina és Dobai Bea. Kedves Bea és Krisztina, nekem nem fog hiányozni, ezért hagytam abba. Annyira majrésztak, hogy így fejezem ki magam, hogy az már nekem is sok volt. Így folytatják levelüket. Most itt a Rögtön jövök, ez is nagyon tetszik, de most az egyszer tisztázzuk, ezt meddig tervezi. Nem lehetne, hogy egy darabig nyugton maradjon, és csak készítse nekünk azokat az édes műsorait? Hát, meglátjuk. Csiszár Jenő itt járt nálam legutóbb, és azt mondta, hogy föl kell olvasni a szidó leveleket is, úgyhogy nem tartom meg magamnak. Kedves Vámos úr, nem tudom megállni azt a hihetetlen szerencsét, vagy mások által önnek adott lehetőségét, ami által ön gond és tehetség nélkül éli, gondolom, az átlagosnál jobb körülmények között életét. Ebbe igaza van egyébként. Életét azzal a smancával, aminek neki látott. Igaza van neki. Kovács László egyébként a levélíró, gondolom nem azonos a politikai személyiséggel, mert hogyha azonos lenne, annak a titkárnő legépelte volna. Így folytatja. Szóval gratulálok önnek, és mindennek dacára ígérem, néha-néha én is bele fogok kukkantani műsoraiba, ha éppen akkor már ágyban vagyok, és aludni szeretnék. Hát kedves Kovács úr, ha ágyban találjuk, szép álmokat kívánunk. Következő levélben azt írja Vál Rezsőné, hogy tisztelt Vámos úr, egyik német csatornán évek óta Thomas Gottschalk által vezetett Wetten das című műsor keretében a közönség tapssal választja ki a javasoltak közül, hogy melyik megoldhatatlannak látszó feladatot végezzék el. És javasolja, hogy én is ne azt csináljam, hogy így jelentkezzenek itt, hanem taps legyen. Én úgy látom, hogy ha egyszer Gottschalk úr ezt a remekül kitalálta, akkor azért az nem közkincs, szóval én gondolnám, hogy akkor az legyen övé. És másodszor pedig én soha senkit nem szeretnék tapsra bíztatni vagy kérni. Legyen ez az önök privilégiuma. Kedvük van, tapsolnak, nincs kedvük, nem tapsolnak. Nem bánnám egyébként, ha néha fütyülnének, de a magyar közönség nem. Vagy záptojást dobálnának. Óriási pillanat lenne számomra, mikor unalmas műsorban landolna itt egy záptojás. Végezetül kaptam egy levelet Egerből, Bárdos Csilla küldte, és az egy újságkivágás, címe az Ismeri ön az IBS-t. Gondolom azért küldte, mert ez az épülettől vagyunk, ez az IBS, kétszeresen is. Az itt székelő iskolát is így hívják, International Business School, és ezt a színházat is International Buddha Stage-nek hívják. Na most a cikk pedig így hangzik. Mi is az az IBS? Az IBS egy funkcionális bélbetegség, az irritábilis bélszindróma. Betegség változatos, időről időre visszatérő gyomor-bélrendszeri tüneteket okoz, legjellemzőbbek görcsi-hasi fájdalom, székletrendellenesség, puffadás. Már én ezt érzem is. Ezzel a jó hírrel becsukom ezt a levelesládát, így szokott ilyenkor is zene lenni. Nagyszerű. Kollégáimnak csak gratulálni tudok. És most akkor rátérünk a lényegre. A mai műsorban két tiszta hang fog szerepelni, hogy egy korábbi szlogennel játszadozzam. Következik a legszebb tiszta férfi hang a könnyű zenében, és a legszebb tiszta férfi hang az opera színpadokról. Zorán Sztevanovics,
és Gregor József. Szervusztok, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek. Szervusz, Mikor. Foglaljatok helyet. Köszönjük. Lehetetlenben még volt valami itt, nem? Mire gondolsz, mit szeretnél? Valami szőlő volt itt meg. Azóta már bor lett belőle, vagy? Kérnél valamit? Most nem, ha már így erőltetni kell, akkor már. Nekem is ígértek egy teát, ugye emlékszem. Szeretnéd most megkapni? Ja, hogy ez közben lenne? Hát nem csak tudod, teát azt úgy forrón szokták. Jó, de ő hidegen szereti. És te mit szeretnél? Én még egy kis kávét. De már? Az előbb már túl voltam egyen, na most, hogyha még egy ugyanolyat kapok, akkor az egy kávénak felel meg. És akkor... Jó. Akkor kiváló lesz. Kedves munkatársaim, egy kávé és egy tea rendel. Köszönjük szépen. Még ide ér. Én itt a bevezetőmben, és ezt mondtam nektek előzetesen, a hozzám írott levelekből olvastam föl néhányat. Hallottuk. Jóska, te neked van emlékezetes leveled, amit neked írtak? Amit nekem írtak? Vagy amit te írtál? Van. Általában én nem vagyok egy levelezős, szóval inkább telefonálós vagyok, de abban az időben még nem igazán volt, szóval problémás volt a telefon, és ami emlékezetes levelem, hadd mondjam el, nem lesz hosszú. Örömmel értesítjük, hogy nem nyert felvételt. Így nem ügyeskedek. Örömmel értesítjük, hogy nem nyert felvételt. Ezt az operaházból kaptam 1963-ban. Aztán még ilyen leveleim vannak, amit 2 hónappal ezelőtt kaptam, hogy ön a Fonógyári úton 23 óra 35 perckor 68,5 km-es sebességgel hajtott, és épp ezért figyelmeztetésben részesítem. Na most a rendőr őrnagy, aki aláírta, tényleg teljesen véletlenül Szegeden nagyon jó barátom. Úgyhogy ezúttal is köszönöm neki, hogy csak figyelmeztetésben részesített, és nem 40 000 forintban. Mert... Aztán, amit én írtam, az egy válasz volt a legelső levélre, amit említettem. Amikor örültek, hogy nem tudtak fölvenni, az 2 szóból állt, de azt most nem szeretném interpretálni. A második szó az, hogy ki. Az első az... És tegeződve, vagy magázódva? Hát mivel, hogy többes szám, második, hogy ti. Aha. Ki. Természetesen. Jó, azt hiszem, ezt mind értjük most. Igen. Ez a kutatás.